Ma két csinos hölgye csípos karcsán, én Somorján vagyok a stúdióban másodszor, és hát most akkor a Renci, most kit hogy hívjak? Renci, jó? Jó lesz így? Jó. Hát hallottam előbb egy Bece neved, azt nem akarom az éterbe kikiabálni, mert az anyu hív úgy tégedet, Becézget, azt nem fogom mondani, hanem Renci. Tehát ugye 587 felnőtt bajnoki cím, és a 10. arany távolugrásba, meg van 3 ezüst, meg egy bronz, mondjuk, legalábbis a atlétikai oldal szerint, de ugye neked még vannak aranyérmek, mondjuk sprintből is, de visszatérve ezekre az ugrásokra, tehát egy érvénytelened volt, és egy fantasztikusan kiegyensúlyozott sorozatod volt, mert azt hiszem 5.56 és 5.87-en belül volt az összes ugrás, az egybelépést kivéve. A deszkafogással elégedett voltál? Hát, ami fogás illeti szerintem nagyon pontos volt, szóval abban hibát nem látok, éppen hogy csak egy technikai hibát csinálok az utóbbi időben, ha túl hosszú az utolsó lépés, ezzel hátra vagyok dőlve, és nem dobál annyira a deszkáról, amennyire kéne, ezen próbálunk javítani, és meglássuk, hogyha lesz, remélem nyárra már tip-top. És azon kívül meg igen, a széria szerintem elég jó volt, kiegyensúlyozott. Az első az ilyen bebiztosító ugrásnak mondanám, az a 5.56, mert nem mertem úgy belerohanni mindjárt, mert ugye be akartam biztosítani a helyemet a döntőben. És csak szólj bele, anyu, nyugodt. Azután pedig volt egy 5.79, egy 81-es és egy 5.87-es is, szóval igen, mondhatjuk úgy, hogy jó szérián volt ilyen. Anya, abban 5.87-ben még maradt valami? Nem akarok telhetetlen lenni. Ez 2 centivel megjavította a fedett pályás egyénidet, de aki nem tudja, ugye 606 szabad téren. Tehát még maradt abban, vagy azt mondod, hogy ez körülményekhez képest ez mintha 6 méter 10 lett volna? Hát biztos, hogy annyit ér, mert így nem kezdtünk még múlt évben, még, ha jól tudom, Renci visszanézte, akkor 5.50. 6-tal kezdtél mutébe, sem úgy valahogy, tehát a kezdésnek ez nagyon jó volt. Megmondom, hogy mindjárt egyénivel, meg tudjuk, hogy most milyen időszakon kérdettek vagyunk, tehát az fölér egy 6 méternél biztos most így kezdeni. De volt bennem, és szerintem már volt az a, épp az a belépés, a sugrás, az éppen úgy, hogy ilyen, nem tudom, fél centi se volt. Úgyhogy az is nagyon pontos volt, egy kicsit technikai hiba volt, és akkor, hogyha nem tudta volna meg, annyira utolsót lehet, hogy nem lett volna belépés, és én szerintem az lehetett, az is a nagyon messzi ugrás, lehet, volt ilyen 90 fölött is szerintem. Tehát volt benne szerintem biztos, hogy ilyen 90 fölött ugorjon már most. Igen, mert ugye a hivatalos atlétikai szövetség, Szlovák Atlétikai Szövetség oldalán olvastam, hogy a aranyérmes felnőtt nő 17 éves, vagy nem, mondjuk távolugrásban már felnőtt lettél, ezt is írtam neked, azt hiszem, a gratulációba. Hát bearanyozott felnőtt vagy. Szóval ott azt nyilatkoztat, hogy azért nem vagy teljesen elégedett. Hát pont hogy azt nyilatkoztam, hogy elégedett vagyok, De egy utolsó mondat, bocs, az volt, hogy azért még mindig volt benne több. Hát vagy igen. Rossz? Na. Hogy elmagyaráztam, az, hogy első versenyen így ugráltam, és mindjárt arany lett, hogy nem erre számítottam, őszintén megmondva. Igen, számítottam ilyen 5.70-5.80-ra, legalábbis remélkedtem benne, hogy az a 5.80 meg lesz, és így megnyerem a verseny. De nem fűztem hozzá hiú reményeket annyira, mert tudtam, hogy az első verseny úgyis mindig olyan semmilyen, és ezért úgy álltam hozzá, hogy igen, kihozom a maximumot. És aztán a végére nagyon elégedett lettem, csak remélhetőleg még legközelebb még jobb lesz, hogy csiszolunk rajta, és minél jobb és jobb lesz. Igen, lassan letelik a második 5 perc, lehet, hogy 6x5 perc lesz, arra 3x5-be se fogunk beleférni. Én félreértés ne essék, én meg biztos voltam benne, hogy megnyered, mikor láttam, hogy nincs ott a vadlaik. Tehát már csak azért is, mert ugye láttalak júniusban Somorján is a felnőttek között, és mondom, mert biztos, hogy ettől jobbat fog ugrani, és azzal megnyeri. Úgyhogy innen folytatjuk az arany történetének az elemzését, jó? Köszi, mert megint 5 perc már letelt. Köszönöm.